Palesztin Hamász dzsihád. Az elmúlt napokban sokat hallottad ezeket a szavakat, de a jelentésüket is ismered. Ne tudd le annyival, hogy á, a közel-keleten mindig lövik egymást. Lássa a dolgok mögé. Ehhez két dolog kell, maradj, nézd a videót, és iratkozz fel. Bocs, ez három volt. Na kezdjük. Nem akarok unalmas töriórát tartani, nem is fogok, de nem árt, ha először tisztázom néhány alapfogalmat. A Hamász ideológiája elsősorban az 1928-ban Hassan Al-Bana által alapított egyiptomi muszlim testvériség mozgalomra. Így. A Hamász által 1988. augusztusában közzétett kartában a szervezet úgy határozta meg magát, mint a Muzulmán Testvériség Palesztin ága. A Hamász központi célja egy iszlám állam létrehozása egész Palesztinában. Ebben a dzsihád az egyetlen eszköz, amiben minden muszlimnak kötelessége részt venni, nem csak a palesztin muszlimoknak. De mi az a dzsihád? Nem, nem csak annyi, hogy megalahú akbározzuk a hitetleneket, de erről majd később. A Hamász papíron egy olyan infrastruktúra létrehozását tűzte ki célul, amely a szegények megsegítésével, oktatással, egészségügyen és vallással foglalkozik. A vallási elveket és a pánarab eszméket ötvözi a palesztin nemzeti törekvésekkel. Ezáltal vallási tartalmat adott a palesztin nacionalizmushoz. A palesztin államnak de facto a Korán az alkotmánya. A Hamász karta pedig jól szemlélteti, hogy miként építik be a vallást a politikájukba. A hatodik cikkely szerint például nincs biztonság és nincs élet annak, aki nem ragaszkodik a valláshoz. Aki vallás nélkül fogadja el az életet, az a megsemmisülést választotta társául. A hetedik cikk tartalmaz egy passzust, mely állítja, hogy az ítélet napja nem fog bekövetkezni, amíg a muszlimok nem harcolnak a zsidók ellen. A nyolcadik cikkei kimondja, hogy a dzsihád az út és a halál Alláért a legmagasztosabb vágy. Hát nem tudom, én nem vagyok szakértője az álláért való halálnak, de nem lenne jobb inkább élni Allá dicsőségéért? Sokkal termékenyebb útnak tűnik. Na de folytassuk. A kilencedik cikkei szerint a muszlimoknak harcolniuk kell, a zsarnok ellen, és legyőzni azt, hogy az igazságosság érvényesüljön, és a mecsetekből felcsendüljön a műezzin hangja, amely az iszlám állam megalapítását hirdeti, és amelyben minden az Allah által nekirendelt helyre kerül. Mit jelent ez a gyakorlatban? Globális iszlamizációt, amiben Nyugat-Európa élen jár. <Sessz> A 11. cikk kimondja, hogy Palesztina földje szent közösségi tulajdon, az az iszlám Vakf az elveszett föld visszaszerzését Allah akaratával azonosítják, aki a hit szerint a földet örökségként adta a muszlimoknak az ítélet napjáig. A 13. cikkely szerint a kezdeményezések, az úgynevezett békés megoldások és a nemzetközi konferenciák ellentétesek a kárta elveivel. Bármilyen kompromisszum az iszlám megsértése. A palesztin kérdésre nincs más megoldás, mint a dzsihád. És ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy a Hamásznak esze ágában sincs semmiféle politikai megállapodást kötni Izraellel, amely garantálná a békés egymás mellett élést, és a palesztinok jogát az önrendelkezéshez. A Hamász deklaráltan el akarja törölni Izraelt és a zsidókat a föld színéről. A 15. cikkely kimondja, hogy azon a napon, amikor az ellenség bitorolja a muszlim föld egy részét, a dzsihád minden muszlim egyéni kötelességévé válik. A zsidók palesztinai jelenlétével szemben kötelező felemelni a dzsihád zászlaját. Ezt tudatosítani kell a tömegek körében, mind regionális, mind arab, mind iszlám szinten. Szükséges a dzsihád szellemét a nemzet szívébe oltani, hogy szembeszálljanak az ellenséggel, és csatlakozzanak a harcosok soraihoz. A 32. cikkeje a Koránt idézve kimondja, hogy aki elfordul a harctól, az Allah ítéletét vonja magára. Mert aki azon a napon hátat fordít neki, ha csak nem fordul el a harcra, vagy nem vonul vissza a hívők egy másik pártjához, az Allah haragját vonja magára és lakhelye a pokol lesz. A karta szerint a palesztináért folytatott harc, az emberiségért folytatott harc. A Hamásza hitvallásában, a kartájában tehát a céljait világosan megfogalmazta. Az iszlám, mint életforma melletti elkötelezettség, a cionista entitás elpusztítása, az arab-izraeli konfliktus egyetlen megoldása az Izrael elleni dzsihád, minden olyan engedmény, amely a föld egy részét Izrael kezében hagyná, a palesztin-arab ügy elárulása és vallási eretnekséget jelent. A pániszám vallási eszmék és a palesztin nacionalizmus szintézise. Az izraeli-palesztin békefolyamat folyamat erőszakos ellenzése. Na most, hogy értjük, honnan jött a Hamász, és azt is, hogy hová tart, beszéljünk a gyakran emlegetett dzsihádról. Az 1800-as évek óta a dzsihád számos új és egymással versengő értelmezése jelent meg. Az úgynevezett apologetikus értelmezés a nyugati gyarmatosításra adott válaszként alakult ki a muszlim világban. A dzsihádnak ezen felfogása szerint csak az üldöztetés vagy az agresszió ellen szabad harcolni. A modernista megközelítés szerint az igazi dzsihád célja kizárólag az élet, tulajdon vagy a becsület védelme, és nem szabad a békés nem hívők meghódításáért harcolni. A modernista nézetet támogatók úgy érzik, hogy a dzsihádnak a nyugati társadalmak igazságos háborújához hasonlóan a védelmi harc egyik formájaként kell szolgálnia. Egy harmadik, az újjáéledést hirdető nézet szerint a modern teoretikusok kiszívták az életet és a vitalitást a dzsihád fogalmából. Ezért a muszlimoknak dzsihádot kell folytatniuk azok ellen, akik elfordítják társadalmukat Allah szavától. Ez a felfogás arra ösztönzi a muszlimokat, hogy buktassák meg azokat a rendszereket, amelyekből hiányoznak a vallási elvek. A legradikálisabbak az iszlám világ szekuláris kormányai megdöntésére is felszólítják a híveiket. Viszont a muszlim törvények tiltják az iszlám uralkodók elleni lázadást. Kivéve ha, és bizony van egy pár ha. Az egyik legfontosabb kivétel, ha egy vezető feladja a hitét. A történelem során persze nem egyszer kiáltottak eredneket a muszlim világban, hogy megbuktassanak egy-egy rendszert. Motorkály! 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 Az 1900-as évek közepén számos csoport alakult, hogy segítse elő a saját kormányaik megdöntését, melyeket zsarnokinak, ebből kifolyólag iszlám ellenesnek tartottak. Népszerűvé vált az izrael és támogatói elleni dzsihád, valamint az egyes muszlimok által világinak tartott rendszerek megdöntése. Európai fejjel ez egy olyan fogalom, amit mindenki úgy ideologizál, ahogy akar, ha éppen szent háborút kíván folytatni valamilyen okból kifolyólag. A legfontosabb, hogy motiválja őket a hitetlenek elleni harcra és a hitük terjesztésére. Szerintük ugyanis csak az iszlám teszi lehetővé, hogy az emberek békében és harmóniában éljenek. Allahu akbar! Kiváló bizonyíték erre a közel-kelet, ahol a muszlimok békében és harmóniában élnek egymással. Ja nem. Az iszlám két ágához tartozók, a síták és a szunniták legalább annyira gyűlölik egymást, mint a hitetleneket. Hogy a muszlimokat a harcra ösztönözze, a Korán kimondja, hogy a dzsihádban megöltek bizonyos kiváltságokat élveznek majd a túlvilágon. A mártírá válás eltörli az ember bűneit, lehetővé téve az egyén számára, hogy belépjen a mennybe, és Isten trónja közelében foglaljon helyet. Az 1900-as évek közepe óta több közelkeleti csoport a nevébe építette a dzsihád szót, hogy jelezzék, hogy készek harcolni saját kormányok, vagy az általuk eretneknek tartott kormányok ellen. Ilyen a palesztinai székhelyű iszlám dzsihád mozgalom és az egyiptomi iszlám dzsihád közösség. Az iszlám dzsihád mozgalom részt vett az Izrael elleni erőszakos támadásokban, bár egyébként ők a Hamász ellenlábasai. Az iszlám dzsihád közösség pedig olyan közelkeleti vezetők megdöntésére törekszik, akik szerintük elárulták az iszlámot a nyugati eszmék és életmód javára. De nagyon fontos beszélni az iszlám világon kívül tevékenykedő dzsihádistákról is. A nyugati dzsihádista szimpatizásokat alapvetően három plusz egy csoportra lehet osztani. Bevándorló származású fiatalok, akik az európai városok gettósodott negyedeiben vagy szegény negyedeiben élnek, ahol magas az iskolai lemorzsolódás, a bűnözés és a fekete gazdaság aránya. E városrészek lakói erősen érzik a megbélyegzést, a megaláztatást, és azt az érzést, hogy a hatóságok és a társadalom megvetéssel bánik velük. Szintén bevándorló származású fiatalok, akik ugyan a középosztályba kerültek, de a gazdasági integrációjuk ellenére is szenvednek az őket ért stigmáktól. Számukra a középosztálybeli státuszhoz való hozzáférés nem szünteti meg a származásukhoz kapcsolódó társadalmi előítéleteket. Ezt a két csoportot nagyon könnyű radikalizálni. Mert ha a szüleik be is illeszkedtek, ők nem feltétlenül érzik magukat otthon a nyugati világban, de már nem is teljesen muszlimok. Identitásválságba kerülnek, elhajlanak, a radikális iszlám pedig pont rájuk vadászik. Az európai származású középosztálybeli fiatalok, akik szintén ideológiai és identitás vákumban vannak, és akik áttérnek a radikális iszlámra, hogy egy irányt mutató közösséghez csatlakozzanak. Igénylik a rendszert, viszont a saját közegük nem elég erős ahhoz, hogy ezt megadja nekik. És van tulajdonképpen egy negyedik típus, akik valójában nem dzsihádisták és nem is hívők, hanem mivel szintén hiányzik az identitásuk, egyszerűen csak követik a trendeket, a divatokat. Akár egymással szöges ellentétben álló ügyekért is harcolnak, legalábbis szavakkal és transzparensekkel. Náluk látjuk az LMBTQ az iszlámért, és hasonló feliratokat. Nincsenek tisztában vele, hogy az iszlámban az LMBTQ a háztetőről való ledobálást jelenti. Kicsit olyan, mintha a csirkék kiállnának a KFC mellett. A fiatalok el négy típusa társadalmi és etnikai származását tekintve különbözik egymástól. A migráns származásúak esetében a reménytelenség, a bizonytalanság, a nincs jövő érzése dominál. Az áttértek esetében viszont a mentális nihilizmus, amely a posztliberális demokráciák motivációt nélkülöző relatív jólétéhez és értékrelativizálásához köthető. Akkor most úgy, hogy ne csak a bölcsés diplomás muciológusok értsék létszik. a kutya is jó dolgában vész meg. 2009-es jelentés szerint az Egyesült Királyságban az elégedetlen fiatalok a politikai állampolgárság helyett néha a radikális mozgalmakban találták meg a pótlékokat. Ezek a fiatalok szilárdan hisznek abban, hogy a politikai szintéren való részvétel vagy a szavazás révén nem történhet valódi változás. E helyett a radikalizálódás felé sodródnak. Egy kis kisebbség, amely gyakran a bevándorlók utódai közül a középosztályból kerül ki, a politikai elit tagjaivá válik, de a szegény negyedek fiataljai elutasítják és árulónak tartják őket, mint a fehér ember lakájait. Tehát a helyel közel beilleszkedett szülők gyerekei nem találják a helyüket a befogadó országban. A radikálisok pedig rájuk vadásznak. Most pedig jöhetnek a számok. Az elégedetlen fiatalok jellemzően 15 és 30 év közöttiek. A 2012 és 2015 között a nyugati országokból Szíriába és Irakba elsősorban harcolni indulók 1200 fős mintájából 14% 18 év alatti volt, 27% 18 és 21 év közötti, 26% 22 és 25 év közötti, 17% 26 és 29 év közötti, 9% 30 és 35 év közötti. 7% pedig 36 éves vagy annál idősebb. A teljes minta 67%-át tehát 25 év alattiak teszik ki. E fiatalok többsége a társadalmi marginalizáltságtól és a megbélyegzettség mély érzésétől szenved, és ők alkotják az európai dzsihadisták tartalékos hadseregének nagy részét. A radikális iszlámhoz való ragaszkodásuk az európai társadalmak válságáról tanúskodik. Az elmúlt évtizedekben a középosztály és a munkásosztály közötti különbségtétel egyre inkább elhalványult, különösen az alsó középosztály körében. A társadalmi lecsúszástól és proletarizálódástól való félelem már nem marginális jelenség, hanem az életkörülmények romlásában mutatkozik meg sok olyan embernél, akik a bebetonozott középosztályhoz tartozónak gondolták magukat. És akkor most nézzük, hogy mit Lát egy középosztálybeli, második, harmadik generációs bevándorló hátterű fiatal. Növekvő adókat, a dráguló lakhatást, az elértéktelenedő egyetemi diplomákat, valamint foglalkoztatási és bérezési instabilitást. Ráadásul már gyökerei sincsenek de nem is érzi otthon magát. Ezzel szemben mit kínálnak a radikálisok? 2014 és 15 között az iszám állam legyőzhetetlennek tűnt. 300 ezer négyzetkilométeres területet hódított meg, ami nagyobb, mint az Egyesült Királyság. Havi 400 ezer dollár közötti fizetést adott, ingyenes szállást biztosított, valamint heti egy bevásárló kosarat, amelyet ingyenesen ki is szállította. Sok fiatal alsó középosztálybeli számára ez a vallási boldogságon felül a jólét illúzióját is jelentette. A megkérdezettek közül néhányan a csatlakozási szándékok indokaként humanitárius igazságtalanság elleni harc narratíváját hangoztatták, ami a palesztin ügyre is jól alkalmazható toborzási szempont. És most senki sem akarja felmenteni a terroristákat, de még egy átlag nyugati fiatal Max drogozni tud elkeseredettségében, addig egy muszlim fiatalnak ott a dzsihád és a radikalizmus. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a dzsihádisták között nem csak férfiak vannak. A nők is egy olyan közösséghez szeretnének tartozni, amely értelmet ad az életüknek. Ha egy kicsit is tradicionális családból jönnek, a nyugati társadalomban már a fejkendő és öltözködési szokások miatt sem tudnak beilleszkedni. Nem lesznek európaiak, de már nem is teljesen muszlimok ők sem. Nem életnek úgy, mint az európaiak, az iszlám szerint pedig már nem tudnak. A különböző közelkeleti dzsihádista szerveződések elnyomók és regresszívek ugyan, de egy szoros iszlám közösségbe való erős integrációt ígérnek, ami rendkívül vonzó a szekularizált, kiürült európai fogyasztói társadalmakban élő, ráadásul azok javaiból nem vagy már alig részesülő fiatalok számára. Furcsa módon, minél korlátozóbbak a normák, annál vonzóbbá válik a dzsihádista nők számára, hogy világos nemi szerepet kapnak, közösséghez tartoznak, és egy szebb jövőt ígérő utópiában hihetnek. Ha már európaiként nem tud kiteljesedni, majd kiteljesedik dzsihád feleségként. Mindezek tükrében a következő közös pontokat látni, tehát a dzsihádista, terrorista fiatalok profiljainak összehasonlításakor. Az erőszak felmagasztalása, amelyet a szent értékek nevében legitimálnak a narcizmus felerősödése, az én, az ego szent értékek tárházaként való megélése. Ez az önmegvalósítás igazolja a szélsőséges erőszakot is. A jelen helyzet teljes elutasítása egy magasztos és mitikus jövő nevében. A harcos szerep középpontba állítása, amely szemben áll a globális társadalom domináns erőszakmentes értékeivel. Na, ha azt mondjuk, hogy bazi nehéz helyzetben van a nyugati világ, a dzsihádisták és az őket támogató 10 vagy akár 100 milliók miatt, az enyhe kifejezés. Mi lenne a megoldás? Krisztus. És ezt most tök komolyan mondom, és nem is csak hívő keresztény szemszögből. Kulturális és politikai szempontból is. Ha a nyugati politika nem dobta volna ki a kereszténységet, akkor egyrészt ellenállóbb tudna lenni az iszlám hódítással szemben. Másrészt egy keresztény értékekkel, önmagunkon túlmutató közös célokkal és jövőképpel, transzcendens útmutatásokkal, világos szabályokkal és szerepekkel rendelkező társadalom akár vonzó, integrációra csábító is lehetne a helyüket, önmagukat, életük értelmét kereső bevándorlók számára. Így viszont egyáltalán nem az. Az egyetlen vonzerejében, a jólétben csalódtak. Erőt, útmutatást viszont nem ad. Hát akkor, vissza az iszlámhoz, az legalább igen. És folytatódik a dzsihád, a körbezárult.